Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület és Komlóváros önkormányzat által jegyzett igazi gasztronómiai kaland a város nemzetközi kolbásztöltő fesztiválja, amely idén is kiváló hangulatot, remek közösségi élményt hozott. A megnyitón dr. Hoppár Péter, a térség országgyűlési képviselője, köszönetét fejezte ki a szervezőknek a fesztivál évenkénti színvonalas megrendezéséhez. A sportközpontban 75 csapat tagjai, köztük határon túlról érkező ingyencek merültek el a magyar gasztronómiában. A hangyaszolgalommal kolbásztöltő társaságok szórakozását a nem kevésbé szorgos muzsikusok, a Perfect Schlager zenekar és a Veríték retro band zenéje biztosították. Polgármester úr, mindenkit engedje meg, hogy gratuláljak ez a szenzációs rendezvényhez. Köszönöm szépen. Én úgy érzem, hogy az elmúlt 11 alkalommal a résztvevő csapatok, illetve az ide látogatók vívták ki azt, hogy ez egy ilyen színvonalú rendezvényé nőtte ki magát, mert valamikor az indulásnál egy gazdasági társaság ebédlőjébe kezdtük, úgymond baráti társasággal is, ez lett belőle. Nemzetközivé vált ez a fesztivál, mert hogy nem a határon kívülről is érkeznek csapatok, nem is akárhonnan. Igen, mondhatom, hogy a testvérvárosi települések szinte mindig, ha nem is 100%-os mértékben, de képviseltetik magukat, azon kívül pedig vannak Komlón ingatlannal rendelkező külföldiek, akik az első párat kihagyták, de azóta mindig minden rendezvényen itt vannak, és amikor vége van, már kérdezik, hogy mikor lesz a következő évben. A gasztronómia, a fehér asztal eleve összehozza a magyar embereket. Igen, kell, én úgy gondolom, kell is. Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, és még egy picit nehéz időszakban is vagyunk benne. Ha én visszagondolok a gyerekkorom farsangi mulatságaira, ott szinte minden héten kitaláltak valamit annak érdekében, hogy a közösség összejöjjön, és ezáltal erősödjön az adott településnek a közössége. Én úgy gondolom, hogy ez Komlón egy hiánypótló rendezvény volt, és ezért nőtte ki magát ennyire. Körülbelül mennyien vagyunk most a csarnokban? Hát nem tudom, hogy a hivatalosat mondhatom-e, vagy a ténylegeset. 900-an, ugye? Hát igen, hivatalosan 900-nál többen nem lehetünk. Van 75 csapat, aki 6-10 fős, és délutánra szokott csúcsosodni, amikor még eljönnek a látogatók is, és egész nap váltott zenekarokkal szól a zene, húzzák a talpalávalót, hogy mindenki tényleg nagyon jól érezze magát. Ez az a rendezvény, amikor egy kicsit a polgármester is elengedheti magát? Az előbb éppen láttam táncolni, tetszett. Igen, hát a polgármester is ember, őnek is szüksége van a lazább időszakokra, a feltöltődésre, annak érdekében, hogy a nehezebb napokat könnyebben bírja. Nagyon jó fesztivált önöknek! Nagyon szépen köszönjük, így legyen! A település korábbi polgármesterével beszélgetünk, aki a szervezőbizottság egyik oszlopos tagja. Jó ellátni ezt a sok száz embert itt a csarnok. Nagy az öröm, 12. alkalommal vagyunk itt, ez azt is jelzi, hogy ennyit véletlenül nem lehet szervezni, hanem van igény és van szándék arra, hogy ide akarnak jönni az emberek ebbe a védett időszakba, februárba, és találkozni akarnak egymással, barátkozni, új barátokat szerezni, ezért is szervezzük. És most azt tapartok 12-nél, hogy a városból és Pécsről is nagyon-nagyon sokan úgy segítették ajándékokkal, támogatásokkal. Ez is jelzi, hogy sokan érzik magukénak a rendezvényt, és így könnyű szervezni. Ha meg szeretnénk fogalmazni, hogy miről szól ez Isten igazából, te mit mondanál?
azt, hogy a találkozásról, a barátkozásról, arról, hogy a Komlóval, a mai Komlóval ismerkedjenek, részben a komlóiak, részben a barátaink, részben a leendő barátaink. Tehát egy kicsit ez a városba akar mutatkozni, hogy mai Komlónak van ilyen arca is, hogy tud vidám lenni, tud mosolyogni, és tud barátkozni, és akar barátkozni másokkal. Ennek ez egy kiváló fóruma, meg kiváló a hely, a sportközpont, még a vizes blokkja is kultúrát, ahogy szokás mondani. Kicsit szabadon fogalmazva, aki a kolbászt szereti, az rossz ember nem lehet? Nagyon helyes ez a átírt mondás, tökéletesen igaz. Itt azt gondolom, hogy mindenki szereti a kolbászt, azért is jött ide, és szereti ezt a forgatagot. Van még egy üzenete ennek, hogy erre készülni kell. Eszközöket teremteni, csapatot összeállítani, kosztümöket terveztetni. Egyre többen vannak, akik felöltöztek alkalomhoz illően. Ez is egy ilyen kovácsoló erő, és itt pedig akkor gyönyörködnek magukba, másikba, szomszédokba és mindenkibe. Itt lesz szomjan, innen nem megy haza senki, ugye? Akkor nagyon kell vétkezni, vagy pedig rosszul érzi magát. Aki itt szomjasan marad, étlen marad, mindenkit barátsággal várnak a csapatok is, és azt gondolom, hogy a szolgáltatók is, tehát így csak jól érezheti magát a kedves vendég. Jövőre jöhet a 13-as misztikus szám? Nagyon szeretnénk, várjuk, a szervezőgárda együtt marad remélhetőleg, és ha ilyen segítséget, támogatást kapunk, akkor nagy örömmel szervezzük újfent. És mindenkit már most szeretettel hívunk. Nem jöttem senkit, semmi népszakás. Él a kutat, mi a kutasztíros, akasszol a sváb szeret. Péter miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője. Szinte nem tud végigmenni úgy a soron, hogy ne állítanák meg. Itt önt mindenki ismeri és szereti. Valóban ugye 2014-ben alakultak át a parlamenti körzetek, ekkor döntöttünk úgy az országgyűlésben, és szavaztuk meg azt a módosítást, hogy felére csökkentettük az országgyűlés létszámát, és ezzel együtt duplájára nőttek a parlamenti körzetek. Ekkor került a pécsi körzethez hozzánk Komló, az itteni térség, és akkor először idén 10 évvel ezelőtt vettem részt ezen a rendezvényen. Már akkor rengeteg csapat volt, ez egy nagyon népszerű rendezvény, a Baranya megyei gasztrokulturális programsorozatnak a csúcsa, hiszen itt van, úgyhogy 100 csapat verseng egymással. Jönnek testvérvárosok külföldről, akik a saját ízesítéseiket hozzák, itt vannak a nemzetiségi önkormányzatok, a romák, itt vannak a horvátok, a németek, és ez valódi ízkavalkád, ízorgia alakul ki ezen a rendezvényen, és közben nagyon jól érzi magát mindenki, és rengeteg ismerős jó baráttal találkozom, végigjárom a csapatokat, úgyhogy most Bolis polgármester úrnak nehéz dolga lesz, mert már a nyakába vette a pánikás poharat, és mindenhol megkínálják. Én ettől a lehetőségtől kicsit próbálom távol tartani magam. Félve kérdem meg egy politikustól, hogy szereti-e a disznóságokat? Az a helyzet, hogy a feleségem mindig próbál visszatartani, hogy a nagy ilyen kolbász tálakról ne egyek olyan sok vörös húst, mert ugye az nem annyira egészséges, de én nagyon szeretem ezeket csipegetni, kóstolni, kipróbálni, és az ízeket nagyon-nagyon élvezem, az íz különbözőségeket, úgyhogy szeretem a disznóságokat, bevallom. Azért el lehet mondani, mindenki egy kicsit másképp csinálja, és hát színes Komló nemzetiségben is, ebből fakadóan az ízek azért egy ilyen svéd asztalszerűen jönnek elő. Igen, de szerintem marha nehéz dolga van a zsűrinek, ugye egy nagyon magas szakmai színvonalú zsűrit hozunk minden esztendőben, és ők tényleg szaktekintélyeik a saját szakmájuknak. De én nem értem, hogy hogyan tudnak különbséget tenni ennyi különböző íz között. Én az első 5-10-et még meg tudom különböztetni, de már a 60. vagy a 70. ízből nem tudnám megmondani, hogy az első 10-hez képest mennyiben hozott más karaktert. Érezze nagyon jó magát a fesztiválon. Mindenkinek ugyanezt kívánom. Jaj, de nagyon régen volt, de soká. Most tudom, hogy egy jó szágyodat rám.
szépen jobban hátán. Ne fújj az élet elé, ne felé, de ne felé, kis angyalom nem igazán szeretné. Ne fújj az élet elé, ne felé, de ne felé, kis angyalom nem igazán szeretné. Hári Józseffel, a Hosszú Kolbász csapat csapatkapitányával beszélgetek arról, hogy hányféleképpen lehet egy jó kolbászt elkészíteni. Hát szerintem minden csapat máshogy gondolja. Egyébként alapból azok az arányok, hogy a só, a paprika, a bors, és bármi, ami még belekerülhet, mert van olyan, aki tesz bele nyilvánvalóan egy kis köménymagot, egy kis szerecsendiót, ez mind a csapat dönti el. Azért mondom, hogy szerintem sokféleképpen lehet csinálni. A legfontosabb az, hogy mindenki tegye vele a szívét, lelkét, meg legyen egy jó csapata. Nagyon sok finomságot hoztál magaddal, amit nem csak nézni lehet, hanem kóstolni is persze. Hát ezt egész éjszaka csináltam. Valamikor elkezdtem délután 5 órakor, aztán egy kicsit lefeküdtem, majd fölkeltem és sütöttem. Mindig így megyünk. Én nagyon sok nemzetközi versenyen is, meg magyar versenyen ott vagyok. Van egy közép-európai kolbásztöltő fesztiválok egyesülete, aminek elnökségi tagja is vagyok. És Horvátország, Szerbia, Bosznia, Magyarország általában rendezi ezeket a rendezvényeket. Éves szinten 9-10 ilyen rendezvény van. Pont egy hónap múlva megyek Szerbiába egy ilyen fesztiválra a barátaimmal. Úgyhogy én tudom azt, hogy ott mit mutattak, de az az igazság az egész, hogy mindenhol teljesen más. Tehát a komlói az egy, a Békés Csabai az egy, Turia Szerbiában az egy másik történet. Mit tudom én, mondhatom neked, Horvátországban is vannak ilyen rendezvények. Sveti Petarosumi az egy másik háromnapos rendezvény, és ezeket generáljuk, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy a közösséget körül kell nézni. Hát ennél ez vidámabb csapatokat nem lehet nagyon látni. Munkádból fakadóan a pécsi csarnok hozzád tartozik. Egy ilyen csarnokot meg lehet tölteni ilyen jellegű rendezvényekkel is? Igen, én Pécset már csináltam nagyon-nagyon sok ilyen rendezvényt. Ott nem töltünk, hanem ott előtte ez a Horvát Kolbász Fesztivál, hanem ott előtte mindenki a téli, koratavaszi disznóvágásából behozza a kolbászát és a stifulderét, és azokat egy zsűri bírálja, és van egy diátodó gála, ami horvát zenekarokkal, magyarországi horvát zenekarokkal, mint egy 700 embert, 800 embert össze tud hozni, ahol van egy svédasztalos vacsora, asztalfoglalásuk, nagyon jól érzik magukat ott. Mert hogy nem a gasztronómia összehozza az embereket. Én azt gondolom, ez a legfontosabb, a sport és a gasztronómia. Most már szeretek én. Utánozhatatlan hangulatban telt a 12. komlói nemzetközi kolbásztöltő fesztivál. A csapatok megdolgoztak a finom falatokért, melyet a zsűri minősített, de együtt fogyaszthatták el a nap koronájaként. Jövőre pedig jöhet a misztikus 13. alkalom.